Napok óta 1240 dollár környékén ingadozik az arany árfolyama, szinte beálltunk erre az árszintre, ahol a 200 napos exponenciális mozgó átlag is húzódik ezekben a napokban. Technikai ellenállás, illetve támasz ez az 1240 dollár, a 200 napos mozgó átlag. Ha fölötte van az árfolyam, akkor támaszként funkcionál, amennyiben alatta van, akkor ellenállásként. Ebben a pillanatban egyszer fölötte vagyunk, egyszer alatta, tehát megakadt az árfolyam, amely két hónapja emelkedik, megakadt ezen az árszinten, és egyelőre küzd vele, hogy fölé kerüljön. Nem csak technikai oka van annak, hogy itt megállt az arany árfolyama, hanem az is, hogy az elmúlt napokban három olyan hír is napvilágot látott, illetve három olyan esemény is van, amely erősen érinti az arany piacát. Egyrészt a részvénypiacok csúcsra járnak, történelmi rekordokat látunk a részvényindexekben. Az amerikai dollár egyre erősödik ismét, az euróval szemben az 1,05-ös árszintet, árazást érte el, hova tovább az árfolyam, és az amerikai kamatemeléssel kapcsolatos fantáziák is ismét lábra kaptak az utóbbi napokban. Egyre több Fed döntéshozó nyilatkozott úgy, hogy akár március közepén, következő kamatdöntő ülésen az Egyesült Államokban már jöhetne a következő kamatemelés. Mai este folyamán talán okosabbak leszünk, hiszen ma este jelenik meg a Fed januári ülésének a jegyzőkönyve. Talán abból még konkrétabb utalások érkezhetnek arra vonatkozólag, hogy márciusban, tehát bő két hét múlva érkezhet-e kamatemelés az Egyesült Államokban. Három hír, három olyan dolog, amely mint egy jobb egyenes balhorog, és ráadásul még egy gyomros is az arany számára. Ehhez képest jól állja a sarat az arany árfolyama. Az a ingadozás, az a stabilizálódás a 200 napos mozgó átlag környékén, amelyet ebben a pillanatban látunk, még relatív erősséget is jelezhet tulajdonképpen az arany árfolyamában. Azt gondolom, hogy erről a holdpontról a közeli jövőben nyilván el fogunk mozdulni, megindul a kilengés, hogy milyen irányba, az persze ebben a pillanatban nehéz megmondani. Amennyiben fölfele sikerül elrugaszkodni az 1240 dollártól, akkor elszaladhat az árfolyam 1270 dollárig, ott lehet a következő ellenállási szint, amelynek nekifuthatna az arany árfolyama. Amennyiben leszakadunk erről az 1240 dollárról, akkor visszakerülhet még egy az árfolyam 1200 dollárig, amely ebben a pillanatban egy jó beszállási pontnak kínálkozna abba a ralliba, amely azt gondolom, hogy az első fél évet, a idei év első fél évét még jellemezheti az elkövetkezendőkben.